mécsesek sorakoznak a Mohácsi Városháza előtt, sokan gyászolják a három hete balesetben meghalt polgármester Cekó Józsefet. A fideszes politikus indult volna az újraválasztásáért, de halála miatt a szavazók csak egyetlen jelöltre az MSZP városi elnökére adhatták le voksukat. Csorbai Ferenc így akár egyetlen szavazattal is polgármesterré válhatott volna, végül 1867 voksot kapott. Több mint kétszer ennyit, 4067-et viszont érvénytelenül adtak le. Ez az összes szavazat 68 százaléka. A legutóbbi önkormányzati választáson Mohácson is csak az országos átlagnak megfelelő érvénytelen szavazat érkezett, 1,6 százalék. A helyiek szűkszavúak az eredménnyel kapcsolatban. Visszalép. És új választás. Szerintem az a megoldás. Majd meglátjuk, ha véletlen ő lesz, vagy ő marad. Hát most mit tudunk csinálni? Hát sajnos ez van, nem? A szocialista polgármesternek nem lesz könnyű dolga a Mohácsi testületben, mind a nyolc egyéni körzetet a kormánypárti előtt nyerte meg, három ellenzéki tag lesz, ők listáról kerültek be. A Fidesz-Mohácsi szervezete közleményben szólította fel a megválasztott polgármestert, hogy ne vegye át mandátumát, és ne akadályozza az új választás kiírását. A választás előtt a házon kívülnek nyilatkozott. Az emberek, akik a bizalmukat belém helyezték, amikor az aláírásokat összegyűjtötték és elindítottak ezen az úton, azok elvárják azt, hogy... hogy én ezen az úton most végig menjek. Szintén a választás előtt azt is mondta, ha kevés szavazatot kap, nem fogadja el a tisztséget. A polgármester választás eredménye egyébként szerdán válik jogerősé, ha addig nem érkezik kifogás. A megbízó levelet várható a jövő hét elején kapja majd meg a megválasztott polgármester, az alakuló ülést pedig október 31-éig kell megtartani. A szocialista politikust hiába kerestük, nem nyilatkozott híradónknak.